A gemenci erdőt és az ott élő állatokat bemutató fotóit elnézve szinte hihetetlennek tűnik, hogy a bátaszéki Simon László mindössze 3 évvel ezelőtt fogott a kezébe először fényképezőgépet. Igaz, a természet szeretete már sokkal korábban kezdődött nála. Az akvarisztikával kezdődött, mert versenyakváriumokat. Hát a magyar versenyen is indultam vele, meg a japán versenyen is indultam akváriumokkal. És ugye ez egy külön műfaj a befotózása neki. Mondták a fiúk, hogy hát tanuljak meg fényképezni, mert azt sem tudtam, hogy mit jelent az F betű ugye a fényképezőgép, a kis bridge gépemen. És mondták a srácok, hogy csinálják meg egy tanfolyamot. Hát mondom, jó, Pesten lehet, hogy van minden héten tanfolyam, de itt a környéken nincs. Hát aztán főcsöptem a Google-t, és pont Baján indítottak egy ilyen fotós tanfolyamot. Amire azonnal jelentkezett László, az itt eltöltött gyakorlati munka közben ment ki először az erdőre fotózni, a látvány pedig szinte rögtön magával ragadta az akkor még kezdő fotóst. Engem az elvarázsolt. Tehát a cserta szépsége ugye az, hogy egy vadhoz közel tudsz menni. És akkor kezdetben akkor még csak a kisgéppel fényképeztem, meg épületeket, tájat sokat, napfelkelte, naplemente. Aztán ugye, amikor először bementem Gemencbe, így egymagam, és láttam a vadakat, hát mondom, ez nekem kell, hogy ez milyen jó lenne megfényképezni. Láttam mástól is ugye, hogy nagyon remek fotókat lehet az interneten látni, és akkor megtetszett. Aztán így jött ez az egész, hogy ráálltam utána. Mégpedig olyannyira, hogy ő mondja, ráállt a természet pillanatainak megörökítésére, hogy rövid időn belül profi gépet és az erdei rejtőzködéshez szükséges álcaruházatot, sőt sátrat is vett magának. Így aztán már minden egyben volt ahhoz, hogy akár egész napokat is az erdőben töltsön, egy-egy jól elkapott pillanatra várva. A nyár az azért jó, mert 9-ig fönn van a nap. Én lerakom 4 órakkal a szerszámot, ugye a munkából hazaérek, és van, amikor kislisztenek egy 3 órára gyorsan, ugye tud az ember egy kis kanyart járni az erdőbe, de ilyenkor meg ugye amikor rövidek a napok, akkor úgy érdemes kimenni reggel, és akkor délutánig akkor ugye meg be kell iktatni egy izét, egy kis evést, valamit. Nagy vadat szerettem volna fényképezni, lementem egy holtágra, aztán csak egyszer így elrepült előttem a jégmadár. És nekem nagy álmom volt a jégmadár, mert ugye azt hiszem, nem tudom, mondhatok-e nevet, Anasztáziának volt egy ilyen gyönyörű közeli jégmadaras fotója, mondom, de jó lenne megfényképezni egy ilyet. És lásd, szarvast vártam a holtágra, és akkor láttam, hogy a jégmadár melyik fára repül be mindig. Aztán mondom, én próbálok rácserkelni a madára is. És leültem a vízpartra, hát is az is olyan élmény volt, 3 méterre volt tőlem a jégmadár. És akkor kikapta ugye halat a vízből, annyira gyors fényképeket nem tudtam még készíteni róla, mert fényeres objektív kellene hozzá. Ugye ez meg nem pont a legfényeresebb objektív, de azért sikerült már jó közelről 3 méterre jégmadarat fényképezni. Legújabb szenvedélye a ragadozó madarak, azon belül is a gemenci sasok fényképezése. Ez igazán különleges küldetésnek számít Magyarországon, ugyanis eddig a fotósokat főként a Hortobágyon élő sasok foglalkoztatták, ezért az országnak ezen a részén ez a téma még tele van lehetőségekkel. Nehezen fotózható. Ugye lehetőség sincsen sok az országban, meg hát ugye itt a gemenci sasok, amiket szeretnék fényképezni. És azt csak lesből lehet fényképezni, most csináltam magamnak egy izét, egy ilyen ragadozós lest, majd meglátjuk, hogy válik be, mert ugye ez is szezonális. Tehát igazándiból csak a téli időszak, amikor lehet őket fényképezni, jó eséllyel igazándiból. Ez a január, február, még talán a március, ha elhúzódik a tél, akkor még lehet a március majd. A fotózásban kevésbé jártasak nem is gondolnák, mennyi tényezőre kell odafigyelni egy-egy jó kép elkészültéhez. Kicsit olyan ez, mint a vadászat, ugyanis ahhoz, hogy a vadak ne kerüljék el a fotóst, még a szélirányt is számításba kell venni. Ha sikerül elkapni úgy a vadat, hogy jó a szeled, nem fogja szagodat megérezni és tudod fényképezni, akkor órákat el lehet tölteni a megfigyelésükkel. Igazándiból nem kell tőlük félni, mert ők még jobban félnek tőlünk. Ez ilyen érdekes dolog már. Én voltam már 3 méterre vaddisznó, nagy kandisznótól is. Az 500-as volt a púzuson fél percenként. Az érdekes volt. De utána már rá kell morogjál, vagy ilyesmi, hogy elfusson. Augusztusi hajnalon készült a videó, amikor egy vadföld felé haladtam, és megláttam a nagy létszámú tarvad rudlit. Hál' Istennek jó szelem volt, és csak annyit csináltam, hogy legugoltam a vadföld szélén, és ugye nem érezték meg a szagomat, és simán tudtam róluk csinálni egy ilyen hosszabb videót is. De öröm nézni őket, tehát imádom őket. A fotózás mellett László legújabban már videókat is készít az erdőt járva, és bizony időnként egészen fantasztikus és ritkán látható helyzeteket sikerül elkapnia. Mert rájöttem, hogy a mozgókép másképpen adja át ugye az adott hangulatot.
Hát a kis gépet, amit ugye először használtam régebben, azt elkezdtem videózásra használni, és akkor rájöttem, itthon meg tudom vágni egy kicsit, tettem alá egy ilyen kis zenét, vagy ilyesmit, és próbáltam hangulatosan összeállítani egy kis mozgóképet róluk, aztán most már nagyon megszerettem azt is. Bár megélni egyelőre még nem tud a képeiből, László mégis azt mondja, egy cseppet sem bánja, mert amikor az erdőt járja, minden gondját elfelejti. Ugye én ezt úgy fogtam fel annak idején, hogy rettentő jó kikapcsolja az embert. Ugye dolgozik az ember, stresszes ugye, akármilyen szakmát vagy munkáról beszélünk, stresszes a mai világ, és ez egy irgalmatlan jó kikapcsolja az embert. Telefon lehalkít, kimegy az ember, és csak én vagyok meg a természet.